Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Ragoncs Rita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Extrém hidegek, életbe lépett a vörös kód. Építőipar, áremelkedések várhatóak az első negyed évben. Magyar Falu program, pályázaton nyert az Aparhanti önkormányzat. Fecskék, a populáció drasztikusan csökken. A hideg időjárás miatt a héten életbe lépett az úgynevezett vörös kód. Ez azt jelenti, hogy valamennyi szociális intézmény számára kötelező a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadása. Jelenleg éjszaka a hőmérséklet sok helyen eléri a mínusz 10 Celsius fokot is. Ilyen időben életveszélyes lehet, ha valaki hosszabb ideig tartózkodik az utcán. Szekszárd megyei jogú város humán szolgáltató központja 5 szakmai egységgel foglalkozik. Ebből 2 az, ami bentlakásos intézményként is funkcionál. Az egyik a családok átmeneti otthona, a másik a hajléktalan segítő szolgálat. Itt átmeneti szálló és éjjeli menedékhely működik. Ugye a mi intézményünk az átmeneti szállás az 6 férőhelyes, az éjjeli menedékhely az 25, ebből 20 férfi és 5 női férőhelyen rendelkezünk, de ilyenkor télen a vörös kód kiadásától függetlenül is a nappali melegedő intézményünket mindig biztosítjuk arra, hogy ha valaki jelentkezik itt a téli időszakban, tehát november 1 és április 30 között, akkor matracok lefektetése segítségével a nappali melegedőben is tudnak aludni, illetve a hideg ellen védelmet szerezni. Tolna vármegyében a vörös kód idején adódó feladatok ellátásának a koordinátora a Pécsi Támasz Alapítvány. Itt szükség esetén a lakosság is kérhet segítséget a diszpécser szolgálattól. Tolácziné Varga Zsuzsanna elmondta, a humán szolgáltató központ utcai szociális munkát is végez. A téli időszakban éjszakánként keresik a bajba jutott embereket. Amennyire lehet, akkor mindenféleképpen, hát vagy takaróval, élelmiszerrel mindenféleképpen segítik, de megpróbálják őket a intézménybe behívni, hiszen maga a védelem is egyáltalán az, hogy tisztálkodnak, enni tudnak, az ott az intézményben történik. Az intézményvezető szerint Tolna vármegye hajléktalan ellátórendszere nem eléggé kiépített. Úgy véli, vannak olyan hátrányos helyzetű térségek, mint például a Tamási járás, ahol ez a szolgáltatás nincs megoldva, ezért ebben a területen a vármegye fejlesztésekre szorulna. Segítségkérés esetén a diszpécser szolgálat telefonszáma a 72-es körzetszám 233-169, a szekszárdi hajléktalan segítő szolgálaté pedig a 74-es körzetszám 511-393. Nincs vége a drágulásnak az építőiparban. Január 1-től több adó és magasabb díjak terhelik a közúti áruszállítást. Ez érzékelhetően megemeli a kiszállított építőanyagok árát is. 2024 év elején megemelkedtek az útdíjak, új szakaszok kerültek be a tehergépjárművek fizetős rendszerébe, és nőtt a gázolaj jövedéki adója. Várjuk már az áremelkedést, aminek egy-egy része vagy egy-egy tényezője már jelentkezett is. Építőanyag árakból egy-kettővel kapcsolatban már nagyobb számlákat kaptunk, ezek ilyen 5-10%-os áremelést eredményeztek. A közúti árufuvarozásban jelentkező plusz tételek még nem csapódtak le nálunk, de hát ezek megkérdőjelezhetetlenek, és heteken, hónapokon belül az egységárakba, a költségekbe jelentkezni fognak. A szállítási díj legalább 5, de akár 25%-ot is kitehet az építkezés helyszínére szállított építőanyag árából. De az biztos, hogy az építőiparban az év első negyedévében várhatóak mindig is az áremelkedések. Ezekkel lehet számolni a tárgy évben, azokra az árajánlatokra, vagy azokra az ajánlatokra, amit tudunk ezzel számolni. Az igazán nagy feladata az, amikor ezt megelőző megrendelésünknél kell az anyagbeszerzés már ezeken a nagyobb árakon teljesíteni, és ez jelenti az igazán komoly feladatot az építőipar szereplői számára. Stratégiát, ha nem is kell váltani, de átalakításra, észszerűségeket és hatékonyságot növelő lépésekre biztosan szüksége lesz előbb-utóbb minden vállalkozásnak, mondta el nekünk az Aliska Bau műszaki igazgatója. Azt gondolom, az év első negyedévében ezek az áremelkedések megtörténnek,
ezek már a 24-es évet remélhetőleg tovább nem fogják terhelni, hogyha maradnak a most meglévő jellemzők, tényezők. Munka legyen, én azt gondolom, ez a legfontosabb mindenki számára. Az üzemanyagok jövedéki adójának emelése átlagosan 40 forint feletti áremelkedést idéz elő a fuvarozásban meghatározó gázolaj esetében is. Emellett a széndioxid pótdíj bevezetésével párhuzamosan emelkedett az útdíj is, ami az építőanyag szállítmányozásban leginkább használt tehergépjárműveknél kilométerenként további 20-50%-os áremelkedést eredményezhet. De van olyan kategória, ahol az útdíj főutakon több mint duplájára is emelkedhet. Most rövid híreink következnek. Emberölés büntet kísérlete miatt volt bűnügyi felügyelet hatálya alatt egy decsi lakos, aki a lakhatásért cserébe dolgoztatott és rendszeresen bántalmazott egy 59 éves férfit. A sértett részletesen beszámolt az embertelen bánásmódról, melyet az orvosi iratok is megerősítettek. A Tolna vármegyei nyomozók kényszermunka és életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt vették őrizetbe az elkövetőt. A rendőröknek nem volt ismeretlen a férfi, ugyanis 2022-ben emberölés büntet kísérlete miatt már nyomoztak ellene. Éppen emiatt az ügy miatt volt bűnügyi felügyeletben őrizetbe vételéig. A fogdából január 9-én a tavaly előtti ügye miatt a tárgyalóterembe vitték, ahol első fokon több év börtönre ítélték. A bíróság azonnal elrendelte a decsi férfi letartóztatását, így a nyomozás folytatását a börtönben várja. A Pécsi Egyházmegye zöldmezős beruházás keretében kormányzati forrásból egy új, négycsoportos óvodát épít Dombóváron. Ennek elkészültével a jelenleg önkormányzati tulajdonban levő bérleményben működtetett Árpádházi Szent Erzsébet katolikus óvoda saját épületbe költözik. Az építési munkálatok a tervek szerint 2024. január 2. hetében megkezdődnek. Az új épület birtokba vétele várhatóan legkorábban, 2025. januárjában várható. Ünnepi megemlékezés lesz Szekszárdon a Dóni áttörés 81. évfordulója alkalmából. Emlékező beszédet mond Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere. Közreműködik Német Judit, Szabó Péter, a Tolna vármegyei Nemzetőr Egyesület és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület. Az ünnepség pénteken 10:30-kor kezdődik a Szent István téren, a II. Világháborús emlékműnél. Az idei évben is számos fejlesztésre számíthatnak az aparhanti lakosok. Többek között a településen korszerűsítik a közvilágítást. A Magyar Falu program idén is folytatódni fog, a pályázati kiírásoktól függően számítani lehet az utak felújítására. Dávid Tímea, aparhont polgármestere elmondta, a 2023-as évhez hasonlóan idén is több fejlesztést tervez a falu önkormányzata. Még zajlik a 2024-es évi költségvetésünknek az előkészítése, úgyhogy biztosat még nem tudok erről mondani, viszont ami már elindult folyamatban, az az óvodánknak a napelemmel való felszerelése, amit az aparhanti német önkormányzattal közösen fog megvalósítani az önkormányzatunk, illetve már a tavalyi évben elkezdtünk tárgyalni az MVM Kft-vel, és a településen korszerűsíteni fog ledesre a közvilágításunk. A tavalyi energiaárak emelkedése miatt az önkormányzat több lehetőséget is figyelembe vett. A község intézményeiben hűtő-fűtő klímákat szereltettek be a rezsidíjak csökkentése érdekében. Így az óvodánkban is a két csoportban került elhelyezésre, az orvosi rendelőben bővítettük, illetve a körzeti megbízotti irodába is helyeztünk fel, úgyhogy bízunk benne, hogy így a rezsi tekintetében tudunk megtakarításokat elérni. Hozzátette, a környékbeli településekhez képest nem volt szükség korlátozásokra. Több településen is lehetett hallani, hogy akár a közvilágítást, hogy korlátozták. Nekünk, hál' Istennek, túlvészeltük ezt az évet a tekintetben is, úgyhogy azon kívül, hogy az önkormányzatnál home office-t vezettünk be péntekenként, illetve a művelődési házat zártuk, mást nem kellett korlátoznunk. Az Aparhanti Tűzoltó Egyesület nyert a Magyar Falu program pályázatán. A támogatási összegből a tűzoltó szertár felújítása valósul meg.
Szerencsések vagyunk, hiszen így egy önkormányzati ingatlan fog megújulni ennek a pályázatnak köszönhetően, a tűzoltó szertár, amelyet az önkormányzat ingyenes használatba adott az egyesületnek. Jelenleg azzal segítjük az egyesületet, hogy műszaki ellenőrt, illetve kivitelezőt keresünk, úgyhogy bízunk benne, hogy hamarosan megkezdődik a felújítás. Az idei évben is szeretnék megrendezni a Palacsinta Fesztivált, amit múlt nyáron nagy sikert aratott, valamint több új programmal is készül az önkormányzat. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Mezőgazdasági üzemi utak újultak meg Nakon, a terület és településfejlesztési operatív program keretében 110 millió forint értékben. A projektben megújult a község külterületén Nosztány puszta irányába található szilárd burkolatú út. A kivitelezés során a település főutcájának aszfalt burkolatát is korszerűsítették. A Dombovári Eszterházi Technikum szerdán megtartotta nyitott műhely programját, melynek keretén belül a nyolcadikos tanulók és szüleik közelebbről megismerkedhettek az iskolában megszerezhető szakmákkal. A diákok többek között gépészeti, elektronikai, szépészeti, egészségügyi és vendéglátási foglalkozásokat tekinthettek meg. A tisztes polgár kitüntetésre vár javaslatokat a Paksi önkormányzat. A díjat azok elismerésére alapították, akik a város életében jelentős szerepet töltenek be, személyes emberi példamutatásuk és életpályájuk révén a város megbecsült, köztiszteletbe álló polgárai, valamint több mint 20 éve Pakson élnek. A díjat minden évben két fő veheti át a március 15-i városi ünnepségen. A részletes indoklással alátámasztott felterjesztéseket 2024. január 31-én 16 óráig lehet eljuttatni a Paksi polgármesteri hivatalba. Igazi nagy ágyuk a Bonyhádi sportcsarnokban. Amatőr tékból verseny lesz, tucatnál is több páros játszik egymás ellen ebben a még mindig újszerűnek számító sportágban. A nap zárásaként 4 profi játékos tart a nagy érdeműnek bemutató gálamérkőzést. A névsor igencsak veretes. Az összesen 10 világbajnoki címet szerző játékosok közül láthatjuk majd a 4-szeres VB győztes Blázsovics Ádámot, az egyre kevesebben rendelkező Bányik Csabát, valamint a szintén világbajnok Kacz Balást. A gyengébbik nem is képviselteti magát, hiszen Janicek Zsanett is 2-szer felült már a sportág trónjára. Hol vannak a fecskék? Kérdésünkre válaszolt Tóth István Zsolt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszárdi csoportjának elnöke. Elmondta, az elmúlt évtizedekben az állattartás hiánya jelentősen befolyásolja az egyedszámot. Az élőhelyük megváltozása, valamint a csökkenő táplálékforrások megszűnése okozza a fecskék eltűnését. Gödöllőn tartotta meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az 50 éves jubileumi ünnepségét, ahol elismeréseket adtak át. Díszoklevéllel, örökös tagsággal ismerték el Tóth István Zsolt évtizedes, kimagasló munkáját. Tevékenységei közé tartozik a vándormadarak kutatása, élőhelyeik felfedezése, valamint a kedvező és kedvezőtlen tényezők feltárása. Ez volt, ami nagy öröm volt számomra, és tényleg olyan volt, hogy mikor ott ültem és szólítottak, nem voltam föl. Tehát nem tudtam én ezt, hogy előre, hogy kapok egy ilyen elismerő kitüntetést, de hát én 1980 óta vagyok a Madár Egyesületnek a tagja, és 2000 óta vagyok már a szekszárdi helyi csoportnak az elnöke. És hát egy ilyen hosszú évszeredes munkának és tevékenységnek az elismeréseképpen kaptam ezt, hogy ne részletezzem, hogy miért is, vagy milyen tevékenységek vannak ebben, tartoznak bele, úgyhogy ez volt, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Az évszázadok alatt az élővilág alkalmazkodott a környezeti hatásokhoz. Hazánkban a fecskeállományt befolyásolta az istállók, ólak megszüntetése, ahova a fészkeiket rakták. Étrendjüket az itt megtalálható rovarok, legyek tartalmazták. A generációs különbségek, a gazdasági és technikai fejlődés, valamint a gyárak és az állattartó üzemek létesítése nagyban hozzátett ahhoz,
hogy az állatvilág eme csodás madarai más élőhelyet keressenek maguknak. Ez egy nagyon döntő tényező, hogy ez így alakult, de hát itt lehet is sok más dologra, hogy a vonulás során azok az életterek, ahol őnekik meg kell pihenni. Mert egy ilyen kismadárnak mindig úgy megy, hogy megy egy pár száz vagy ezer kilométert, utána van ott egy ilyen mocsaras, nádas rész, amivel ők telelnek, ott felerősödnek, és megint mennek tovább. Na most, hogyha egy ilyen hatalmas, vizes, nádas részt beépítenek szállodákkal, és ennek következtében megszűnik az élettér, akkor kérdés az, hogy azt a kimaradt szakaszt képes lesz-e erejével átröpülni, vagy pedig ki elpusztul. A települések többségén megszűnt a használatok tartása, aminek köszönhetően a természet ezen ökoszisztémája felborult. A madarak pusztultak, nem találtak maguknak elég táplálékot, valamint az istállók szolgálták a költőhelyük védelmét. A szakember elmondta, az égi vándorok helyzete globális probléma, amihez nemzetközi összefogásra lenne szükség, tekintettel arra, hogy Afrikában is fontos a feltételek biztosítása a fajfenntartáshoz. Regionális híreink következnek. Agyonhajtják magukat a buszvezetők, jár a 25%-os béremelés Pécsen a szakszervezet szerint. Nehéz évet zártak a gazdák, az időjárás is sok gondot okozott. Védőoltás és oltás ellenesség, újabb járványok törhetnek ki. Nem tartja túlzónak és ragaszkodik a pécsi buszvezetők 25%-os béremeléséhez a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet. Elnökük azt mondja, akkora igénybevételnek teszik ki a sofőröket, hogy az egészségük is rámegy. Ezért nem engednek a béremelés mértékéből, ami csökkenthetné a nyomást a buszvezetőkön. Nem fogják megadni a 25%-os béremelést a pécsi tükebusznál a sofőröknek, ezt gondolja a társaságnál működő független demokratikus szakszervezet elnöke. Bár törekedni kell a lehető legjobb megállapodás elérésére, ezt mondta korábban Hofecker Ferenc stábunknak. Béremelés kell, azt én szerintem tudomásul kell venni mindenkinek, hogy 25%-ot nem igazán adnak sehol az országban béremelést. Próbáljuk megközelíteni mindenképp a ehhez közeli értéket. Nem kaptunk még ajánlatot a tükebusztól, illetve a tulajdonostól, a várostól. Én úgy tudom, hogy január közepén lesz egy következő forduló, ott majd eldől, hogy milyen ajánlatot vagy milyen lehetőségeket fogunk kapni. Az FDS mellett a SZAKSZ-nak, vagyis a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezetnek is alá kell írni a bérmegállapodást, hogy lezáruljon a bérrendezési folyamat. Dob István elnök azt mondja, ragaszkodnak a 25%-os emeléshez. Meg kell nézni, hogy azokban a kritikus szakmákban, ahol akkora a munkaerőhiány, hogy már a szolgáltatást nem tudják ellátni, és ez legyen egészségügy, ez legyen egy pedagógiai terület, tehát az oktatás, vagy legyen a rendvédelem, vagy legyen a tűz, vagy a mentősök. Igenis csak egy drasztikus béremeléssel lehet a problémát rendezni. Ha a pedagógusoknál 32% nem drasztikus, és nem minősül annak, hogy végrehajthatatlan, akkor ahhoz képest a 25% miért végrehajthatatlan, és utopisztikus, és elrugaszkodott követelés? Az elnök azt mondja, az éves 400 órás túlóra keretet is túllépik sokan, nem tudnak már túlórát vállalni. Az évi rendes szabadságukat nem tudják kiadni, annyit dolgoznak. Ez a túlterheltség pedig az egészségi állapotukon mérhető. Az autóbuszvezetők és egészségi állapota kritikus. Az üzemorvos már nem meri fogadni az 50 év feletti dolgozókat, olyan rossz az egészségi állapotuk. 2-3 állást vállalnak, még plusz a főállás mellé, hogy ki tudják fizetni a hitelüket, el tudják tartani a családjukat, tudják tanítatni a gyerekeiket. És ezáltal nem tudnak regenerálódni, nem tudnak pihenni, elhasználódtak, kiégtek. Mindezt összeadjuk, akkor igenis a 25% ebben a helyzetben, amiben mi vagyunk Magyarországon, az nem túlzó.
Telefonon elértünk egy üzemorvost, akihez az autóbuszvezetők jártak évekig. Nem akart nyilatkozni, de megerősítette, hogy valóban rossz egészségügyi állapotban vannak a sofőrök Pécsen. Ezt a helyzetet tovább rontja, hogy magas az átlag életkor a Tükebusznál. Ezt mondta korábban a SZAKSZ helyi vezetője, aki szerint 50 év körül van ez a szám. Egyébként a Szolidaritás január 20-áig megegyezést akar, és ragaszkodik a 25%-os béremeléshez. Ellenkező esetben sztrájkot hirdetnek január utolsó hétvégéjén. Nehéz évet zártak a gazdák, a kulcsfontosságú alapanyagok ára emelkedett, a betakarított termés értéke csökkent. Emellett a szakemberek dolgát a kiszámíthatatlan időjárás is nehezítette. Korábban a szárazsággal küzdöttek a gazdák, 2023-at azonban a csapadékos klíma jellemezte. Tavaly a nyári betakarításkor a gaz és a felázott talaj okozott problémát. Tavasszal a megemelkedett input anyagárak miatt elég nehézkes volt a vetés, sokba került, és aratás után pedig szembesültünk azzal, hogy a terményárak nagyon nem voltak, tehát szinte minden gazda arról mesél, hogy mínusszal zárta az évet. Nagyon meg kellett gondolni, hogy hogyan tovább. Én is, meg mint más gazda is, próbáltuk minimalizálni a költségeket. Próbáltuk a növénykultúrákat is olyan formába vetni, hogy azokat jövőre el is tudjuk adni. Simon József mezőgazdasági vállalkozó elmondta, az enyhe időjárás következtében többet fordítottak kártevőirtásra, ami az alacsony eladási árak miatt nem térült meg. Az egész éves tendencia december végén is folytatódott, a hónapban mintegy 50 mm eső hullott. December elején leesett hó, hónak nagyon örültünk, bíztunk benne, hogy ez meg is marad, és hogy az őszi vetések azok hódakaró alatt fogják a telet átvészelni. Sajnos nem így lett. Most itt az extrém meleg az előjött, azt a havat elolvasztotta, és így nemhogy a hótakaró nincs meg, hanem a talajok sincsenek átfagyva, így a talajokba a rovarkártevők biztos, hogy el fognak szaporodni. Meg ami még a nagy probléma, hogy az én saját méréseim alapján is az elmúlt egy hónapban közel 50 mm csapadék leesett, így akik elmaradtak az őszi munkákkal, azok most már egyre nehezebben tudnak rámenni a talajra. Emellett ritkán csökkent fagypont alá a hőmérséklet, kedvező környezetet teremtve ezzel a rovaroknak és a gombás fertőzéseknek. Ugyanakkor a vadak okozta károk is elszaporodtak. Egyre nagyobb a vadkár. Most már az Agrárkamara is elkezdett foglalkozni a vadkároknak a megtérítésével. Külön alakítottak erre egy szervezetet. Felmérések szerint a 7-8%-a van csak a valós vadkároknak kifizetve. 2023-ban több mint 1300 milliárd forint értékben adott az Agrárminisztérium agrártámogatásokat. Ugyanakkor a gazdák nem lehetnek teljesen elégedettek, hiszen az orosz-ukrán háború és a gazdasági csökkenés is visszavetette az ágazatot. A további kiadások elkerüléséhez a gazdák most hótakaróban és mínusz 15 fok körüli hajnalokban bíznak. Fontos az oltási háló megvédése, fenntartása, ellenkező esetben járványok törhetnek ki. A határmenti országokban a járvány beindult, már sokan szenvednek a kanyarótól és a szamárköhögéstől. A virológus professzor bízik abban, hogy Magyarországon jobb lesz a hozzáállás, és nem lesz oltás ellenesség. Járványok törhetnek ki, ha a szülők nem oltatják be gyermekeiket a diperte oltással. Ez a vakcina a szamárköhögés ellen ad védelmet. A szomszédos országokban már vannak fertőződések, így az elmúlt években Romániában a kanyaró, most pedig Szerbiában a szamárköhögés, mely halálos is lehet. Hívja fel a figyelmet dr. Jakab Ferenc professzor, a PTL Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. Azt kell tudni azért ezekről a kórokozókról, mint például a kanyaró vagy a szamárköhögés, hogy ezek egyáltalán nem tűntek el. Tehát azért, mert nincsen sok eset, az nem azt jelenti, hogy a kórokozó nincsen közöttünk. Ahogy meg tudjuk magunkat óvni ez a kórokozók ellen, ezért van az oltási háló. Egy hivatalos oltási háló, amit be kell tartani. Ezért vannak a kötelező védőoltások, mert amennyiben az oltási háló valahol megszakad vagy fellazul, ott bizony járványok törnek ki. Sajnos azt látjuk Szerbiában is, hogy a szülők körében egy oltás ellenesség indult meg megint, hogy ők nem oltatják a gyermekeiket ezekre a betegségekre, ami egy nagyon-nagyon nagy baj. Hiszen ebben az esetben van az, hogy járványok és sajnos átterjedő járványok törhetnek ki.
Nyugat- és Kelet-Európában is terjed az oltás ellenesség, ami nagy problémát jelent. Sajnálatos módon Magyarországon is terjed ez a tévhit, és vannak olyan szülők, akik még a kötelező védőoltásokat is visszautasítják gyermekeik számára. Ez ellen pedig határozottan fel kell lépni, mind a saját, mind a lakosság megvédése érdekében, hangsúlyozta a virológus. Sajnos meggyőzni nagyon nehéz. A COVID esetében is láttuk azt, hogy két típusú ember létezik, akit nem kell meggyőzni, mert hisz az orvostudománynak és hisz az egészségügyben, és tudja, hogy az oltások azért vannak, hogy megóvjanak minket. A másik csoport, aki pedig teljes mértékben elutasítja ezeket az oltásokat, őket pedig sajnos nem lehet meggyőzni. Határozott fellépéssel az orvostársadalom és az egészségügyben dolgozók részéről kell egyfajta nyomást gyakorolni a szülőkre, hogy igenis ezeket a védőoltásokat be kell adni. Ezt a szomorú hozzáállást lehetett látni pár éve Ukrajnában is, amikor is az oltás ellenségből fakadó kanyarójárvány tört ki. Az is az oltási hálónak a fellazulása volt. Most ugyanez látható Szerbiában, Romániában is. Jakab Ferenc virológus professzor bízik abban, hogy Magyarországon ilyen nem lesz annak ellenére, hogy az oltás ellenesség trendje növekszik. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Extrém hidegek, életbe lépett a vörös kód. Építőipar, áremelkedések várhatóak az első negyed évben. Magyar Faluk program, pályázaton nyert az Aparhanti önkormányzat. Fecskék, a populáció drasztikusan csökken. Pénteken újból nagyrészt napsütéses időjárás várható, néhol előfordulhat párásság, esetleg köd. A Dunántúlon erős észak-észak-nyugati szél fúj, mellyel további utánpótlása érkezik a hideg levegőnek. Éjszaka ismét erős faggyal kell számolni. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!